Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Ma van az Állatok Világnapja. A mai fél óránkban szó esik arról is, hogy mi emberek, milyenek vagyunk az állatokkal, mennyire figyelünk rájuk, jól vagy rosszul tartjuk egyáltalán őket. Na de még előtte azért nézzük, hogy mivel várjuk még önöket. Segítség a családoknak. Bölcsőde épül Tiszadadán. Strandfejlesztés. Új szolgáltatásokkal készülnek Rakamazon. Állatok világnapja. A felelős tartásra hívják fel a figyelmet. Aki bölcsődét épít, jövőt épít, jól ismerik ezt a mondást Tiszadadán is, ahol hamarosan elkészül az új bölcsőde. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban Mizser Zsolt, Tiszadada polgármestere. Jó estét kívánok, polgármester. Jó estét kívánok én és a kedves nézőknek is. Nagy várakozás előzte meg a bölcsődét? Hát természetesen minden település életében egy új intézménynek a megléte, vagy újjá létesülése, hisz valamikor volt Tiszadadán bölcsőde. Mikor? Hát ez még a 60-as évek környékén volt, amikor még a település létszáma is igényelte ezt, és utána ugye sajnos a gazdasági helyzet az úgy alakult, hogy erre egyre kevesebb igény lett, és most a rendszerváltás óta elértük azt a szintet mi is, hogy egyre többen eljárnak dolgozni a településről, és ez indokolta azt, hogy mi is beadjunk egy pályázatot, és egy csoportos, egy 12 férőhelyes bölcsőde épül, mint ahogy majd a nézők látják a fotókon is. Egy nagyon szép új bölcsőde épül a településen, amit már az ott lakó fiatal anyukák és szülők várnak, hogy ők is a gyerekeiket el tudják helyezni, és vissza tudjanak menni a munkavilágába. Eddig hova jártak, vagy hova vitték bölcsődébe a gyerekeket? Hát ugye eddig nem volt annyira nagy igény, az a pár szülő, akinek erre nagy igény, vagy igénye volt, ő átvitte Tiszalökire, ott volt legközelebb bölcsőde. Akkor pályázati forrásból valósul meg teljesen 100%-os támogatással épül. Ez 160 millió forintos beruházás a településnek, és ezt az állam 100%-ba támogatja, és ami még nagyon jó, tehát ez A-tól Z-ig, tehát a játékoktól, az eszközöktől, tehát gyakorlatilag az elejétől a végéig csak birtokba kell lesz venni majd a településnek. Milyen felszereltsége lesz a bölcsődének, ugye ilyenkor azért ez fontos kérdés. Hát ugye a felszereltség, amit a törvény előír, azok a minimális eszközök lesznek benne, azok a játékok, tehát udvari játékok, benti játékok, tehát edények, tányérok, mindenféle olyan eszköz, ami ez szükséges ahhoz, hogy ez a bölcsőde elinduljon. Várható, amikor tudják átadni az épületet? Hát a vállalkozó elkezdeni? Azt ígérte nekem, hogy itt egy-két hónapon belül befejezi a beruházást, és utána ugye jönnek az engedélyeztetések, ugye a személyi feltételeknek a biztosítása, és szerintem egy ilyen jövő év tavaszán, szerintem koranyár elején ez elindulhat, ez a bölcsőde. Bizonyára akkor részben ugye említette is, mert az egy dolog, hogy egy épületet felépítünk, létrehozunk, de hát ott azt meg kell tölteni ugye szakmai emberekkel is, igen, akkor ezzel sem lesz probléma. Hát úgy néz ki, hogy nem lesz probléma, ugye próbálunk gazdaságosan működtetni a települést, és a gondozási központ keretén belül lesz a bölcsőde is, tehát a gondozási központ vezetője lesz a bölcsőnének a vezetője is, és hál' Istennek ilyen végzettséggel, dajka végzettséggel, meg ami a bölcsődéhez szükséges, rendelkezésre állunk ezekkel a szakemberekkel. És akkor ezek után azt mondhatjuk, hogy a nevelési intézmények területén teljes a paletta, tehát amit egy 2200 lelkes településtől elvárható, az gyakorlatilag meg is valósul. Tehát gyakorlatilag igen, óvodánk van, most már lesz bölcsődénk, általános iskolánk van, ami gyakorlatilag egy ilyen 160 fő környékén működik,
és mondhatom azt, hogy minden intézményünk fel van újítva, minden intézményünkön napelemek vannak, és ezek működnek is, előállítják a mai kornak megfelelően az energiát, ami szükséges a működésükhöz, és gyakorlatilag tényleg csak szakmai munkával kell megtölteni ezeket az oktatási intézményeket. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az intézmény vezetőkkel, és magába az intézmény dolgozókkal. Ugyan a Holló László általános iskola már nem a mi fenntartásunkban van, de mégiscsak a mi gyerekünk, hisz a mi gyerekeink járnak oda, és nagyon fontos számunkra, hogy a Holló László általános iskola is megfelelő módon működjön, és megfelelő kapcsolatot ápoljunk az ott dolgozókkal. No igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy akkor a fenntartás, mert hát ugye az megint egy dolog, hogy létrehozunk egy intézményt, de ezt fent is kell tartani, és akkor gazdaságilag rendben, hogy akkor az általános iskola már ezzel, tehát ezzel kapcsolatban már önöknek könnyebb dolguk van, de fenntartható a működésük? Ugye az önkormányzat részéről gazdaságosan? Minden intézményünk, ugye ez nem kis kihívás egy 2200 lelkes településnek, mint Tiszadada. Ugye nincsenek nagy befektetők, akik révén adóbevételekhez jutnánk. Ezért ugye nagyon gazdaságosan kell működtetni ezeket az intézményeket, és mondhatom azt, hogy a rendszerváltás óta Tiszadadán elindult egy ilyen folyamat. Az első polgármester úr, Gedeon Árpád gyógyszerész volt, aki ő volt az első polgármester, és ő elindított egy olyan folyamatot, ami Tiszadadán a mai napig működik, hiszen a képviselő testület tagjai a rendszerváltás óta nem veszik fel a tiszteletdíjukat, és ez benn marad a nagy kalapba, valamint minden intézményt úgy próbálunk működtetni, hogy a minimális létszámmal sajnos, de nagyon odafigyelünk arra, hogy ne herdáljuk el azt a kis pénzt, amit tudunk, valamint minden intézményünkön napelemek vannak, és próbálunk több intézményünkbe aprítékkazánnal fűtünk, és próbálunk abba az irányba elmenni, hogy egy ilyen önfenntartó település modellt alakítsunk ki. Ezt 2010-ben kezdtük el, ezt az önfenntartó település modellt, és elkezdtünk úgy gazdálkodni, hogy minél több mindent meg tudjunk termelni, valamint a közmunkának értelmet adjunk, tehát ahogy szokták mondani, ne csak vizet gerebjézzünk a közmunkásokkal, hanem valami értelmes termelő munkát folytassunk, és így alakult ki, hogy van az önkormányzatnak 33 hektár szántóföldje, amin gazdálkodunk, van 4500 tojótyúkunk, amiknek a tojásából száraz tésztát gyártunk, ami napi 10 mázsa száraz tésztát tudunk előállítani, és mondhatom azt, hogy aki ezt kóstolta, az nem mondott még róla rosszat, valamint ez a dada tészta, hogyha dada valaki tészta beüti az interneten, hogy dada tészta, akkor ott utána tud nézni. Most például a héten indítottunk be egy almaléüzemet, és tehát próbálunk mindig abba az irányba menni, hogy értéket állítsunk elő. Van az önkormányzatnak saját varrodája, ahol munkásruhákat varrunk, táskákat, szatyrokat, tehát úgy próbáljuk kihasználni azokat a lehetőségeket, amin a közmunka program keretén belül adódnak, és mondhatom, hogy tényleg adódnak, valamint mindenre pályázunk. Tehát amit kiírnak pályázatot, és lehetőségünk van beadni, ezekre mi pályázunk, elsősorban azokat szoktuk megcélozni, ami 100%-os támogatással van, hisz az önerő kérdése az mindig egy kulcskérdés, hogy mennyi pénzt tudunk hozzátenni, de hál' Istennek ez sikerült. Ami nagyon nagy dolog volt, ugye a szennyvízberuházás, ami most megvalósult a településen, már az lezárult, és most már a lakosság el van látva szennyvízhálózattal,
valamint a 36-12-es utunknak kapott egy új aszfaltréteget, ami még soha nem volt Tiszadadán, most először van aszfaltréteg a településen, vagy aszfaltút, eddig mindig Makedám út vezetett a településre, és mondhatom azt, hogy Nyíregyházáról most már egy, most én is jöttem be, ha betartom a megengedettet, már pedig be kell tartani, akkor egy 35 perc alatt itt tudok lenni, és most van folyamatban az ivóvízpályázatunk, ami Tiszadobról fogunk kapni ivóvizet, hisz Tiszadobon a megye legjobb ivóvize van, Tiszadadán meg a legjobb, vagy a legrosszabb ivóvize van a megyének, és most ez is megvalósul, úgyhogy ez is nagy örömünkre szolgál. Igen, az úthálózatra egy kicsit visszatérve, úgy én magam is tapasztaltam egyébként, hogy eléggé könnyen és tényleg jó minőségű úton lehet önöket megközelíteni, ami a turizmus szempontjából is eléggé fontos. Hát önök azért büszkélkedhetnek egy szép Tiszaparttal. Itt, igen, ha jól tudom, azért az elmúlt időben voltak fejlesztések. Kérdés, hogy terveznek-e még, van-e még szükség rá? Hát ugye mi mindent tervezünk, amit adnak, tehát nagyon kapzsik vagyunk, szoktam mondani. Nekünk minden kell, én egyébként is egy kegyerek vagyok, és nekem minden kell. Úgyhogy természetesen ugye a Tiszapart az egy ékszerdoboza a településnek, hisz Vásárosnamény és Tokaj után Tiszadada az a következő település, ahol aszfalt úton lehet lemenni az élő Tiszához. Ugye más településeken ez egy kicsit körülményes az élő vizet megközelíteni, ezért mi próbáljuk a Tiszapartunkat, még meg a településünket is még vonzóbbá tenni. Ezért a horgászturizmus keretén belül pályáztunk egy kiszolgáló épületre a Tiszapartra, ami még ugyan nincs 100%-ba átadva, de egy 98%-os állapotban van már az épület, és gyakorlatilag ez egy WC-ből, zuhanyzóból, egy közösségi térből, egy fedett filagóriából áll, ahol lehet csónakot kölcsönözni a horgászoknak, valamint egy kerékpár kölcsönzésre is lehetőség nyílik. Úgyhogy ezzel is léptünk előre. Természetesen mihelyt lesz még valamilyen más pályázati lehetőség, mi ezeket folyamatosan próbáljuk kihasználni, és a turizmus egy nagyon fontos szegmense a településnek, hiszen munkahely lehetőséggel még nem jól állunk. Viszont az ingatlanokat elkezdték felvásárolni, hisz egy élhető településről beszélünk. Mondhatom azt, hogy bűnözés szempontjából is Tiszadada egy nagyon kiszámítható település. Az elmúlt évben, ezt nem én mondom, ugye rendőrségi statisztikákat alapján tudom ezt kijelenteni, tehát 22 bűncselekmény volt, ami inkább elsősorban falopás és áramlopásról szólt, tehát vagyon elleni bűncselekmény az elvétve adódik csak, és ez nagyon örömteli. Tehát akkor gondolom, akik hétvégi weekendházban gondolkodnak, egyre inkább Tiszadadában is gondolkodnak. Hát nagyon gyorsan gondolkodjanak, mert nem nagyon van eladó ingatlan most már a településen, az üdülő részen pedig nem sok van. Polgármester úr, az időnk sajnálatos módon véges, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Több mint 30 millió forint értékben fejlesztették Rakamaz Tiszaparti szabad strandját. Kényelmesebb és biztonságosabb komplexum várja a jövőben a pihenni vágyókat. Vinnai Győző országgyűlési képviselő az átadó eseményen arról beszélt, a szállásfejlesztések után az üdülő övezetek felújítására helyezi a hangsúlyt a kormány. Kerecsen József járt a helyszínen. Tokaj kopasz hegyét csodálva fürdőzhetnek a rakamati szabadstrand vendégei. Bár a szezonnak már vége, a nyár utolsó heteiben már üzemeltek a Tutajos Beach új szolgáltatásai. Ezek a térfigyelő kamerák a vagyontárgyak megőrzésében játszanak fontos szerepet, az új napozó ágyak és ernyők pedig a pihenés komfort érzetét javítják a Tiszaparton. A kisgyermekes anyukákra is gondoltak a fejlesztések tervezésénél, szerették volna családbarátabbá tenni a komplexumot.
ahol állunk, ez egy Rakamazváros önkormányzata tulajdonában levő tiszaparti strand, amit bérbeadás útján üzemeltetünk. Kisfaludi program keretében közel 30 millió forint, 100%-os intenzitású támogatással Magyarország kormánya támogatta ezt a strandfejlesztést. Több vonalon, több eszköz kerül beépítésre, illetőleg szolgálja az ide látogatók kényelmét. Többek között kialakításra került baba-mama szoba, tehát kettő darab helyiség teljes bútorzattal. Fiú-lány WC felújításra került. Az ide látogatók értékének biztonságát, illetőleg a bűnmegelőzést szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítése, széfek, zárha, kulcssal zárható széfek, amelyek az értékek megőrzését szolgálják, illetőleg a sétánynak, a térköves sétánynak a teljes körű felújítása történt meg. Itt a háttérben pedig látható a napozó ágyak, napozó stégek, napernyők, aminek óriási igény van iránta, tehát elmondható biztonsággal, hogy van, aki reggel már azért jött ki, hogy neki napozó ágy jusson, és teljes kényelemben itt töltesse a napjait. Aki a helyi értéket keresi, meg is találja, könnyen megtalálható, hiszen a Tisza és a Bodrog folyó találkozásánál a Tisza partján terül el ez a páratlan természeti érték, mindig felkapott volt a rakamazi strand, de invitálok mindenkit, hogy aki nem látta, illetőleg nem próbált, aki nem pihent itt, próbálja ki, nem fogja megbánni. Aki pedig már ide látogatott, őket nem kell invitálni, mert tudják, hogy miért fognak visszatérni. A rakamazi strand felújításaira több mint 30 millió forint támogatást kapott az önkormányzat a Kisfaludi programban. Mint azt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a szálloda és panzió fejlesztések után most az üdülő övezetek megújítására adnak lehetőséget a hazai és az uniós turisztikai pályázatok. A rakamazi Tiszapart gyönyörű, fürdésre alkalmas itt a Tisza, csodálatos, de a 21. században már a vendégek elvárják azt, hogy komoly infrastruktúra legyen egy szabad strandon is. A szabad strandot fejlesztettük, már korábban is a partfal szakaszt megerősítettük, most pedig a Kisfaludi programból mintegy 30 millió forint értékben az önkormányzat, amely a tulajdonos, és van egy üzemeltető, ugye Pap Tamás személyében, aki gondos gazdája ennek a partszakasznak, az itteni infrastruktúrát fejlesztette, mert véleményem szerint a belföldi turizmusban volt az elmúlt években egy komoly szálláshelyfejlesztés, ez megnyilvánult szállodák építésében, és a Kisfaludi programban panziók építésében. Most pedig arra koncentrálunk, hogy a belföldi turizmus úgy erősödjön, hogy az itteni infrastruktúrát, büféket, mosdókat, napozóstégeket lehessen. Itt konkrétan el tudom mondani, hogy a rakamazi Tiszaparton térköves járdát alakítottak ki, baba-mama öltözőszekrényt alakítottak ki, wifi hálózatot, kamerarendszert, napozóstégek vannak, napozóágyak vannak, tehát úgy vesszük észre, és ebben a csodálatos környezetben, hogy várjuk a vendégeket, minél több vendégészakát töltsenek el. Ráadásul a rakamazi Tiszapart, az itt van a hegyalja kapujában, Tokaj-hegyalji térség egy komoly fejlesztés alatt van, már nem is mondom, hogy előtt, hanem alatt van, és itt van Nyíregyháza fejlődése az állatparkkal, az élményfürdővel, a szállodaépítéssel, a Sóstói Múzeumfaluval, tehát tulajdonképpen egy turisztikai térség, ezt kiemelt turisztikai övezetté tette a kormány egy kormányhatározatban, úgy hívják ezt, hogy Tokaj és Nyíregyháza térsége turisztikai övezet, amelyben Rakamaz is beletartozik. Nagyon sokan kerékpárral közelítik meg ezt a strandot, sokan több vendégészakát eltöltenek itt, vagy éppen Nyíregyházáról jönnek ki, vagy éppen bebarangolják a közeli látnivalókat. Úgyhogy én szeretnék gratulálni az önkormányzatnak és az üzemeltetőnek is ez a fejlesztéshez, és azt remélem, hogy a belföldi turizmus erősödése itt a rakamazi Tiszaparton is jelen lesz. Egyébként meg a térségben az elmúlt időszakban, az elmúlt években a top
programból, egy uniós programból, turisztikai fejlesztés valószínűleg Tiszadobtól Ibrányig, ez szabadstrandok fejlesztését foglalja magába, Tiszadobon és Tiszadadán, Tiszalökön szintén, az nagyon jól sikerült, Szabolcs településen egy szintén egy turisztikai fejlesztést valósítunk meg, ez még nem került átadásra, most van folyamatban, és gyakorlatilag van még a rétközi települések közül egy-kettő Tisza, Bercel, Ibrány, ahol folynak turisztikai fejlesztések. Na azt gondolom, hogy nekünk előnyünk az, hogy csodálatos a táj, csodálatos, érintetlen, tiszta a víz, tiszta a levegő, reményénk szerint meg is tudjuk ezt őrizni. Mi szabolcsiak, vendégszeretőek vagyunk, és egyre több ember gondolja azt, hogy nem messzi külföldön tölti el szabadságát, szabad idejét, hanem erősíti a belföldi turizmust. Magyarország kormánya a Nyíregyháza-Tokaj tengely mentén fekvő, így a Rakamozi Tiszapartot is kiemelt turisztikai övezetté nyilvánította. Én azt gondolom, hogy ennek az oka megvan, ez szemmel látható. Óriási fejlesztési lehetőségek vannak benne, a természet értékeit megőrizve kell a természet kincseit bemutatni az ide látogatóknak. Itt a Tisza parton van egy látogatóközpontunk, nem messze innen a Tiszai strandtól, körülbelül egy olyan 200 méterre, vissza a 38-as főút mentén található, egy a Tiszai élővilágát közvetlen környezetét bemutató értékek mellett Rakamaz 10. századának honfoglaláskori leleteinek másolatát mutatja be, azt a Rakamaz történetéhez, múltjához kapcsolódó kiállítás együttes található benne. Szép számmal jönnek iskolás csoportok, van úgy, hogy naponta 100-200 fő is, ezért érdemes bejelentkezni, hogy mindenkivel egyformán, egyforma időt tudjunk szánni rájuk, és egyforma tudással tudjuk felvértezve útjára engedni a diákokat, az ide látogatókat, azért, hogy tudják vinni hírül, hogy érdemes ide jönni. Ma van az állatok világnapja, igaz, nem csak ezen a napon fontos, de érdemes beszélni arról, hogy milyenek vagyunk mi az állatokkal. Értjük-e őket, vagy esetleg félreértjük? A Nyíregyházi Állatbarát Alapítványhoz látogattunk el. Az Állatbarát Alapítvány 28 éve létezik. Gyakorlatilag én az elmúlt 4 évben voltam részes ennek a világnak. Nem érzékelek olyan hú de nagyon nagy változásokat, de azért talán egy pici javulás látható, bár igazság szerint ugye mi inkább a rossz részét tapasztaljuk ennek az egésznek. A javulást én az alatt értem, hogy talán egyre nagyobb figyelmet kap az állatvédelem, illetve az állatok jóléte. Ez az elmúlt 1 évben ez kiemelten igaz, bár gyakorlatilag még mindig azt látjuk, hogy folynak az egyeztetések, vannak különféle kezdeményezések ezzel kapcsolatban, viszont valós eredménye még nem sok van. Ettől függetlenül bizakodunk, hogy hát ha esetleg ez egy tényleg egy jó irányba fog elmozdulni ez az egész dolog. Én azt gondolom egyébként erről az egészről, hogy az állattartás mint olyan egy nagyon bonyolult téma, akárhogy is azt gondolják az emberek, hogy ez egy teljesen egyszerű dolog, hiszen tartunk állatokat, legyen az haszonállat, hiszen ugye az állatokhoz nem csak a kutyák és macskák tartoznak, hanem azért rengeteg olyan állat, akik körülvesznek minket. Beszéljünk itt baromfikról, vagy lovakról, kecskék, akármi, vagy akár az állatkertben ugye a vadon élő állatok is, akik szintén testközelben vannak, és hát nagyon fontos az, hogy nekik olyan körülményeket próbáljunk biztosítani, ami méltó az ő életükhöz, illetve méltósággal tudják végigélni ezt a pályafutást, amit ugye nekik adott a sors. Sajnos még mindig azt tapasztaljuk nagyon sok esetben, hogy nincsenek ők megbecsülve rendesen, nem feltétlenül tudjuk megadni emberek azokat a dolgokat, amire nekik szükségük van. Ez lehet nagyon pozitív és nagyon negatív irányba is elvinni ezt a dolgot. Értem ez alatt, hogy sokan az állatoknak a minimális dolgokat sem adják meg. Leginkább a kutyák és a macskák, akit ugye mi tapasztalunk.
például normális házuk sincsen akár sok esetben, vagy nem kapnak normális eledelt, nyáron nincs előttük víz, nem kapnak sétát, foglalkozást, élményeket. Illetve a másik irány, ugye, ami szintén nem egy túl pozitív dolog, amikor az állatokat már túl humanizálják, és igazság szerint nem állatként kezelik őket, hanem sokszor egy kisgyermekként, vagy egy dísztárgyként, és ez sem igazán jó az állatoknak. Berenice hónapok óta a gondozásunkban van, egy nagyon szörnyű baleset áldozata lett, őt elütötték, és hát élethalál között került a nyíregyházi állatkórházba. Ott gyakorlatilag napokig azon aggódtunk, hogy egyáltalán életben maradjon. Teljesen összetört a hátsó fele, illetve sajnos a farkát is le kellett amputálni, mert leszakadt a balesetben. Izeg mozog, tehát ő egy nagyon kis aktív kiskutya, sokáig tartott, amíg felépült, amíg újra lábra állt, hiszen egy nagyon súlyos medencetörése volt. Ez ugye azt eredményezte, hogy gyakorlatilag hosszú hetekre le volt bénulva. Sajnos a balesetnek maradtak következményei, amellett, hogy ugye elveszítette a farkát, illetve ugye a kis lábát is nagyon sokáig kellett rehabilitálni, hiszen folyamatosan visszafordult a mancsa. Emellett viszont van egy elég komoly probléma, ami miatt a gazdásítása is elég nehéz. A baleset miatt neki nem zárnak rendesen a záróizmai, ezért sajnos előfordul, hogy bizony ugye egy pár csepp pisi vagy széklet elhagyja az ő testét, úgymond akaratlanul is. És hát ugye azért ez egy lakásban nem túl higiénikus, emiatt ugye sajnos neki van egy fajta szaga is nyilván, ezért őt sokkal gyakrabban kell fürdetni, tisztítani, hogy ne legyenek ilyen problémák. Viszont a termete miatt, illetve az emberhez való ragaszkodása miatt őt nem szívesen adnánk udvarra. Tehát ugye ez egy padhelyzet, mert gyakorlatilag ő egy abszolút szobakutya, egy társnak mondható, és igényli is egyébként az emberek társadalmat, nagyon, viszont megértjük és tisztában vagyunk vele, hogy ezzel elég nehéz együtt élni. Jelen pillanatban gyógyszeres kezelés alatt áll, próbáljuk ezzel helyrehozni. Ha ez nem fog sikerülni, akkor megpróbálunk egy záróizom műtéttel javítani az ő helyzetén, és hát reménykedünk, hogy egyszer valaki beleszeret így is. Nagyon sok olyan sérült kutya van nálunk, akik nem feltétlenül gyógyulnak meg 100%-osan, de azért azt mondjuk, hogy 80-90%-os életet élhetnek. Vannak igen olyanok hasonlóan, mint Berenicehez, hogy akár ilyen vizelettartási problémáik vannak. Van olyan, aki egész életében bicegni fog, mert olyan súlyos baleset érte. Van olyan is, például most S kutyánk, aki egy elég súlyos kutyatámadás áldozata lett az utcán. Neki gyakorlatilag az egész hátáról hiányzik ugye a bőre. Már most nagyon szépen javul, viszont ott bizonyos részeken a szőre neki sosem fog visszanőni, tehát egy gyönyörű, szép, impozáns, kinézetű, fantasztikus kiállású kutya, egy ilyen kis vizsla, labrador, némi bullos beütésű kutya, úgyhogy egy erős mix, viszont egy gyönyörű, szép kutya, de hát ő örökre a testén fogja hordozni ennek a balesetnek a nyomait. Úgyhogy igen, tehát vannak olyan kutyák, akik testi sérültek, illetve olyan is van, aki ugye lelki sérült, és hiába tudunk javítani azért sokat a helyzetén, de vélhetően egész életében fog szenvedni ugye a múltban ért sérelmek miatt, vagy bántalmazások miatt, és ugye ezzel meg kell birkózni a jelen, vagy a következő gazdájának. Értem ez alatt például azt, hogy előfordulhat az, hogy egész életében rettegni fog az idegen emberektől, vagy a hangos zajoktól, vagy például nem lehet vele úgy társaságba elmenni, tehát vannak azért ilyen esetek, de hál' Istennek azért vannak olyan gazdi jelöltek és gazdik is, elég sokan, akik nyitottak ezekre a sérült kutyákra. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekre, hiszen nekem meggyőződésem az, hogy a felelős állattartásnak a megtanulása gyerekkorban, egészen picikorban kezdődik, akár már az oviban is. Hála jó Istennek, nagyon sokan járnak ki hozzánk olyan családok, akik már egész pici gyerekekkel érkeznek hozzánk, akár 2-3 éves gyerekekkel, akik már ugye azért tudnak sétálni, tudnak menni, és kisebb kutyákat el is visznek. Ha esetleg nem akar a család sétálni, van rá lehetőség, hogy kisebb kölyköket vagy kisebb kutyákat odaadunk
nekik, hogy foglalkozzanak velük, hogy megtanulják, hogy hogyan kell egy állathoz hozzányúlni. Sok nyitott szülő is van egyébként erre, illetve hát ahol nem a szülők, ott ugye a tanárok azok, akik elég rendesen együtt működnek, vagy együtt szeretnének működni velünk, aminek mi nagyon örülünk. Az Állatok Világnapja alkalmából egyébként több osztály és több iskola is jelezte, hogy szeretnének hozzánk ellátogatni, sétáltatni, egy kicsit megismerkedni a menhelyi léttel. Mi nagyon örülünk ezeknek a kezdeményezéseknek, mert gyakorlatilag a felnőttek vezetik be a gyerekeket ebbe a világba, és mindenféle meghívásnak is szívesen eleget teszünk. Nyilván ez nem olyan, mint egy állatkert, tehát itt azért nem opció, hogy egyszerre 40-50-60 gyermek bejön, és ugye körbenéz, vagy sétál, hiszen kennelbe zárt kutyákról beszélünk. Viszont kisebb csoportokat, 15-20 fős csoportokat nagyon szívesen fogadunk, körbevisszük őket, vagy akár kiadunk kutyákat sétáltatni. Azok a gyerekek, akik jó példát látnak a szüleiktől, ők mind-mind, én azt gondolom, hogy szuper állatbarátokká és felelős emberekké válnak. Több olyan család is van, akiket mondhatni már a barátainknak tudhatunk. Ott van például a Vas család, csak egy említésképpen, ahol az egyik, a legidősebb lány hosszú-hosszú évek óta itt ünnepli a születésnapját, Bogi. És ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy meghívja ide a barátait, ugye ajándék helyett kutyakaját, plédeket, ilyesmiket hoznak a gyerekek, és ez egy nagyon szép kezdeményezés. Az egész család egyébként egy óriási állatbarát és állatszerető család, és mentett kutyájuk is van természetesen tőlünk, hál' Istennek. Úgyhogy igen, szerintem ezek a dolgok nagyon jók és nagyon előremutatóak. A megyében több menhelyi szervezet is van, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy talán mi vagyunk a legszerencsésebb helyzetben, hiszen nem titok, egyrészt mi vagyunk a legrégebben a pályán, úgymond 28 éve, másrészt óriási előnyünk a területi elhelyezkedés, tehát hogy megyeszékhelyen vagyunk. A többi menhely ugye kisebb településeken helyezkedik el, például Kisvárdán, Mátészalkán, Nyírmadán, Nyírbátor, Vásárosnamény, kevésbé jut el oda az embereknek a segítő készsége, bár azért hozzáteszem, természetesen oda is eljut, de sokkal kevesebb formában, illetve hát ugye a másik dolog az, hogy nyilván ők kevesebben is vannak létszámban, emiatt sokkal kevesebb idő jut a felvilágosításra, próbálnak ők kampányolni ők is, illetve abszolút nyitott mindenki arra, hogy a gyerekek, a családok, a látogatók, csak sajnos a kapacitás sokszor nem engedi ezt, hiszen rengeteg állatról kell gondoskodni, és amikor el kell dönteni azt, hogy például 200 kutya eszik, vagy tisztán van, ki van takarítva, vagy megitatom, vagy fogadok egy 30 fős gyerekcsoportot, akinek megmutatom, hogy miről van szó, akkor természetesen az első fog előnyt élvezni. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy mi nem multicégek vagyunk, és nem például egy állatkert, ahol azért dolgozó garmada tudja ezt menedzselni. Sajnos nekünk abból kell főznünk, amink van, kevés emberből, kevés pénzből, de igyekszünk emellett is mindannyian erre hangsúlyt fektetni. Az, hogy meddig lesz ránk szükség, ez egy jó kérdés. Én mindig azt mondom, hogy bárcsak munkanélküli lennék, bárcsak ne kellene bejönnünk minden reggel, bárcsak ne lenne ez a munkahely, nem létezne menhely és gyepmesteri telep Magyarországon. Szívesen csinálom azt, amit csinálok, természetesen imádom, hiszen ez a munkánk mindannyiunknak, az állatvédőknek. Viszont én azt gondolom, hogy minden állatvédő boldog lenne, hogyha ha azon kéne gondolkoznia, hogy hol is dolgozzak, mert nincsen megmentendő állat. Nagyon fontos átgondolni a saját életstílusunkat és a saját lehetőségeinket. Együtt élni az állatokkal lehet, de nem kötelező. Ez nagyon fontos történet. Senkinek nem tartanak nyilván pisztolyt a fejéhez, hogy állatot kell tartani. Vannak olyan emberek, akik ezt belátják, hogy nem feltétlenül alkalmasak. Ez nem azt jelenti, hogy ők rossz emberek természetesen. Egyszerűen csak nem úgy fordulnak az állatok felé, ahogy mások. És vannak, akik abszolút érzik ennek a súlyát. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy mérjük fel a saját lehetőségeinket, a saját igényeinket, mi fér bele a mi életünkbe, mit tudunk adni egy állatnak, és ha úgy gondoljuk, hogy készen állunk rá, akkor vegyünk magunkhoz állatot, mert az nagyon jó. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb, azaz szerdán várjuk majd Önöket, akkor többek között a nyírpazonyi fejlesztésekről és az aradi vértanúkról hallhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!